Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő terve, mik a gondolatai. A választ megadja a fő papnő. Ez jelentheti a spirituális területet, mert őt érdekli, ez lehet, hogy ez a hivatása, vagy ő úgy tekinti, hogy nálad van meg ez a tudás, ez a tehetség, ez az érdeklődés, és ez a te hivatásod. Amit a főpapnő még jelenthet, a sors utak kereszteződése, hiszen őrzi az akasa krónikát, ahol le vannak írva a sors utak, ami nem véletlen, és ha őt ez foglalkoztatja a gondolataiban, akkor az azt jelenti, ő hisz ebben. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Itt látható, hogy lesz majd mozgás, hiszen a ló erre utal, de ő ezt még visszatartja. Valami fogva tartja őt. A kezében van az arany érem. Az jelentheti azt, hogy a pénzügyi dolgokat kell rendeznie. De ez az arany érem jelenti a munkát vagy a hivatást is. Ez lehet egy munkahelyi változás, de ő még fogva tart valamit. Amit ez a kép még jelent, hogy te értékes vagy számára, hiszen az arany érem jelenti az értékeket, a belső értékeket is, de ezt ő még nem közli veled. Ami még fontos itt ezen a képen, a föld eleme, itt reális dolgokról van szó, tehát ahogy meg van írva itt a sors könyvében, ahogy érzi magát, mert értékes vagy számára, ő ezt szeretné ugyan megvalósítani, de ő még visszahúzódó. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled. Itt az erőről van szó. Lehet, hogy ő még erőtlen döntéseket hozni, valamit indítani, és arra vár, hogy te adj erőt számára, vagy jelentheti azt is, hogy megvan a belső erő, a hit, hogy minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében meg van írva. Ami összefűz benneteket, itt ez most a visszahúzódás, vagy azt jelentheti, hogy ő még elgondolkozik azon, hogyan tovább, és időre van szüksége, amíg lesz mozgás, amíg ő döntéseket hoz. Lehet, hogy először az anyagiakat akarja itt rendezni, és utána jelentkezik, vagy ez a kép középen jelentheti azt is, hogy te légy visszahúzódó, legyen meg a belső erőd, a hited, ő majd jönni fog, ha meg lesz ennek az ideje. Kicsit légy még türelmes, amíg ő rendezi a dolgait. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!